Szinte teljesen kihalt a sóstói fürdők környéke, alig jár egy-két ember a sétányokon. A koronavírus járvány miatt polgármesteri utasításra 2-től a Sóstó Gyógyfürdők ZRT minden fürdője, wellness részlege és fürdőgyógyászata zárva tart. A hotel fürdőházban még ugyan van néhány szállóvendég, de új szobafoglalásokat már itt sem vesznek fel. Ezt az időszakot ugyanakkor hasznos dolgokra tudja fordítani a létesítmények üzemeltetője. A fürdőkben minden évben el kell végezni a hatósági előírások szerinti kötelező karbantartást, aminek menetét alaposan meg kell szervezni, mivel emiatt nem akarnak bezárni. A mostani helyzetnek köszönhetően azonban nem szakaszolva, mint máskor, hanem egyszerre el tudják végezni ezeket a munkákat. A vízcserék, a csőrendszerek fertőtlenítése, a szűrőhomokok cseréje, ez egy elég hosszú időigényes munka, úgyhogy ezekre most hála Istennek van időnk, hogy megcsináljuk és el is végezzük mindenhol. Minden egyes egységben piperettakarítást is fogunk végezni, ugye, ami egyrészt a napi működés során azért ugye erre nem mindig van lehetőség, most ezt is ki tudjuk használni, ezt a lehetőséget. Fertőtlenítünk folyamatosan minden egyes helyiséget, az aljától tényleg a plafonig, minden egyes eszközt, ami vendégekkel érintkezhetett, és ugye a későbbiekre nézve ezeknek is maximális igény és állapotban kell majd az újbóli nyitásnál a vendégek rendelkezésére állni. Nyáron a strandszezon idején rengetegen keresik fel az élmény- és parkfürdőt, ha jó idő van. A létesítmény vezetése most is készül a meleg évszakra, hiszen ahogy az értékesítési vezető fogalmazott, ha jön a nyár, ki kell nyitniuk, a parkfürdő felújítását pedig el kell kezdeniük. Addig a pénzügyi számításaikat is újra kell írniuk, hiszen a szállóvendégek száma is jelentősen visszaesett Sóstón, ha pedig ez így marad, a fürdőket is kevesebb turista keresi majd fel megnyitásukat követően. Mindenki az üzleti tervét most újra kell, hogy alkossa ezeknek a megváltozott körülményeknek a mentén. A hotelforgalom is értelemszerűen érint bennünket, hiszen hát ugye szerződésünk van arról a hotellel, az új Hungvest Hotel, Sóstó Hotel, ahogy az összes szállóvendég automatikusan fürdővendég is, ugye be vannak építve a fürdő belépő árai a szobaárakba, ebből ugye mi részesedünk, hát ha ott nincs vendég, akkor az a vendég értelemszerűen a fürdőbe sem fog átjönni, tehát nyilvánvalóan széles rétű kihatása van ennek az egésznek. Podlovics Lajos elmondása szerint még nem tudni, mikor nyithatnak ki újra fürdőik, határozatlan ideig nem fogadnak vendégeket.